Tavaly közel 800 orvos kért hatósági bizonyítványt a többi között németországi, ausztriai vagy angliai munkavégzéshez, hangzott el a Magyar Kórház Szövetség kongresszusán. A Magyar Orvosok Szakszervezete szerint hiába kaptak az orvosok béremelést, az egészségügyi rendszer problémái nem oldódtak meg. A Híradónak nyilatkozó egészségügyi közgazdász úgy látja, az egészségügy legnagyobb problémája nem az orvos, hanem az ápoló hiány. Neurológus szakorvosi állás havi 4500 euróért lakhatással Münchenben, 2,5 millió forintos kezdő gasztroenterológusi munka Dániában. Az országot elhagyó orvosok száma tavaly 5 éves csúcsra ért, közel 800 orvos kért külföldi munkavállaláshoz szükséges hatósági bizonyítványt, főképp németországi, ausztriai vagy angliai munkavégzéshez. Közülük 367-en itt tanuló külföldiek voltak. Viszont a maradék, akik magyar kollégák, hát az a sota egy teljes év folyamának megfelelő orvos létszáma. A Magyar Orvosok Szakszervezetének alelnöke szerint hiába a béremelés, az egészségügy problémái nem oldódtak meg. Az orvosok átvezényelhetősége csak ráerősít az elvándorlásra. Így is úgy is át kell rendezni az életét. Na most az, hogy a megye túlvégében megy 2 hétre dolgozni, vagy 1 hónapra, vagy amennyire kivezénylik. Vagy azt mondja, hogy egy stabil, kiszámítható helyre leszerződik valahová, akkor már valószínűleg, ha mozdulni kell, akkor sokan választják ezt a megoldást. A 40 alatti magyar orvosokból nagy a hiány. 2009 és 2017 között több mint 16%-uk ment külföldre dolgozni. Ez az arány 2003 és 2011 között 14% volt. A távozók között több a nő. A külföldi elvándorlás azt gondolom, hogy megvan. Ugyanakkor az egészségügyi közgazdás szerint nem az orvos hiány a legnagyobb probléma. Rékasi Balázs úgy látja, a béremelésnek visszatartó ereje van. Ma a fiatalok 78%-a a közfinanszírozott rendszerben helyezkedik el. 10 évvel ezelőtt ez az arány csak 50% volt. Az ápolók hiánya ma az legnagyobb HR probléma az egészségügybe. Miattuk, mármint a hiányuk miatt maradnak el műtétek, vagy kevesebb beavatkozásra van lehetőség. 2022-ben a végzett ápolók 25%-a vállalt munkát a hazai egészségügyben. Egy ápoló Magyarországon havi nettó 250 000 forintot keres, külföldön ennek 3-szorosát kapja. Sós Adrianna szerint emiatt és a túlmunka hiánya miatt próbálnak sokan szerencsét külföldön. Most ezzel is küzdünk a jogalkotókkal, illetve hát a kormányzattal, hogy ez a béremelés, amiről most döntés van, ne az orvosi bérek 30%-áig terjedjen majd 2024-ben, hanem folytatódjon. Híradónk megkeresésére a belügyminisztérium azt írta, az orvosok külföldi munkavállalása csökkent a jelentős orvosi béremeléseknek is köszönhetően. Tavaly ténylegesen 422 magyar orvos vállalt munkát külföldön.